Sziasztok! Itt vagyunk a Kecskeméti Kodály Zoltán iskolában, ahol életünk több mint felét, pontosan 12 évet töltöttünk, és azon belül is itt vagyunk az ütőteremben, ahonnan a Licsi című darabom elindult a világ felé. Egy ilyen közös ütőtermi dzsemmelésből, improvizálgatásból eljutott a virtuózok színpadáig ez a darab. Meg is érkeztünk, itt vagyunk Budapesten, itt a zongorám, ő pedig itt Mimi, a titkárnőm. Itt lakom Budapesten, és ide járok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Alkalmazott zeneszerzés szakra, ahol egyszerre tanulok klasszikus és filmzeneszerzést, amiből utóbbi a fő profilom. De populáris műfajokban is alkotok, mint például... És ez a Licsin is hallatszik. Egy darab komponálását mindig a zongoránál kezdem, így volt a Licsinél is. Itt látszódnak is a jegyzetei a darabnak. Az egész egy improvizációval kezdődött, ez elég jellemző rám, a legtöbb darabom itthoni impro kidolgozása. A Licsit eredetileg egy marimbára és lúppedára írtam Levinek címezve, amivel azért elég szűk keretek közé zártam magam a lúppedár technikai hiányosságai miatt. Ez a körülmény is nagyban hozzájárult a darab végleges formájához, emiatt is van a darabnak egy úgynevezett panelekből álló lúpos szerkezete. Azonban, amint kiderült, hogy Levi a tamborán trióval bejutott a virtuózokba, elkezdtem átérni ütős trióra. Ez a munka azonban nem volt valami egyszerű, mert a lúppedál szólamát kellett szétosztanom hármukra. A háromhangos téma kitalálása után a műformáján vázán kezdtem dolgozni. Egy darab megírásának a folyamata nekem 90%-ban fejben történik, akár az utcán sétálva, akár fogmosás közben. A maradék 10% pedig a zeneszerző kedvence. A kottagrafika. Ami a számítógépnél történik, úgyhogy meg is mutatom nektek a szobámat. Na hát itt is vagyunk a házi stúdiómban. Miután megtörtént a vázatírás, és már a darab már kezd összeállni, utána kezdem el átírni ezt az egészet a Sibeliusba, ebbe a kottázó programba. És igazából ez a munka a legfrusztrálóbb és legkellemetlenebb része számomra. Miután minden hang a helyére került a programban is, utána már nincs más hátra, mint a szólamkották előkészítése és az első próba.